Szeretnél saját csilipalántát, de olvasgatsz mindenféle hülyeséget az interneten, és teljesen elbizonytalanodtál, és bonyolultnak tartod ezt az egészet? Hát akkor most megmutatom, hogy mennyire egyszerű. Íme itt van a legegyszerűbb kezdő szett, ami szerintem még profi is ráadásul, tehát elsőre lesznek profi növényeid, ezt úgy értem. Mivel ez nem szponzorált tartalom, ezért külön nem fogom bemutatni a termékeket, úgyhogy ha bármelyikről is pontosabb információk érdekelnek, akkor az a Google-be lesz. Én csak elmondom, hogy ezt használd, mert működik, kipróbáltam, kipróbáltuk többen is, nagyon pozitívak a visszajelzések, én is pozitívan ítélem meg az egészet, úgyhogy lássuk, hogy hogy lehet a legegyszerűbben minőségi csilipalántát szinte elsőre úgy, hogy amatőr vagy, vagy éppen, hogyha nem vagy amatőr, akkor is érdemes egyébként kipróbálni, mert egy csomó dolgot kizár, tehát nem kell annyira túl gondolni, mint ahogy ezt tényleg sok helyen teszik még a mai napig, illetve összekeverik a szezont a fazonnal. Itt most akkor lássuk a nagyjából 4 összetevőt, ami kell a csilihez, és a fény az plusz 1, az most itt nem téma, de nyilván az nagyban befolyásolja az egésznek a sikerét. Tehát kell egy cserép. A cserép mérete körülbelül 1,5 és 3 liter között fog mozogni, akkor jó egy cserép mérete, hogyha hazamész és nem lógnak a növények, mint a. Tehát erre kell figyelni, hogyha lógnak, amikor hazaérsz, az azt jelenti, hogy kicsi már a cserép, és olyanba kell ültetni, amiben legalább olyan 2 napot el vannak, és ez azért is jó, nyilván ugye ablakban más a helyzet, de lámpa alatt még akár több is lehet, tehát még akár 3-4 nap is, hogy el vannak benne, akkor jó, ez azért jó, mert nem kell annyit öntözgetni, és nem mosod úgy ki a műtrágyát sem, meg a semmit a földből, így kevesebbet is kell majd műtrágyázni, illetve könnyebb lesz a dolgot, hiszen egyszerűbben lesz egyszerűbben kezelhető így a történet. Úgyhogy kell egy normális cserép ennek a pár tucat növénynek, ne spórolj ezen, nem kell tejfölös porrakkal bibelődni, nyugodtan vegyél akár elsőre és 3 literes, nyilván ugye a hely, de mindegy, ez mindenkinek a saját dolga, hogy hány növényt akar mekkora helyen, az a lényeg, hogy ez az optimális szerintem. És akkor ugye kell bele valami, konkrétan rododendron föld, Florimo rododendron föld lesz az, amit mi fogunk belerakni ebbe a cserébe a csilin kívül, és teszünk hozzá giliszta humuszt, ami lehetőleg jobb márkájú legyen, ezt valószínűleg csak interneten tudjátok majd megrendelni. A rododendron fölnek egy hátránya van, hogy tőzeglégy is van benne elég sok a pozitív tulajdonságai mellett, úgyhogy arra lehet készülni, de mindemellett jó a közeg, mindenhol beszerezhető, miért ajánljak más, tehát nem kell túl gondolni. A keverési arány gyakorlatilag még egyszerűbb, 5 marék Florimo és 3 marék giliszta humusz nagyjából. Az a lényeg, hogy ne legyen túl sötét, mert akkor az azt jelenti, hogy már sok a giliszta humusz, és az picit azért tud tömörödni, és éppen ezért jobb a drágábbat választani, mert van egyfajta, az a fehér alapon ugye, talán ott van a minta, az könnyebben tömörödik, én azt vettem észre, úgyhogy jobb az átszitált, lazább giliszta humusz is. Műtrágyázni azt meg még egyszerűbb, még ennél is, akár hiszitek, hanem, ugyanis itt van bio víz, bio is, meg egyszerű is, minden benne van, amire szükségünk van, nem kell külön kálciumozni, nem kell külön csinálni semmit, csak ezt kell beletenni, és ebből is a bio grow az, ami nekünk kell. Ne foglalkozzatok ezzel, hogy bloom, vagy pedig grow, annyi, ennyi. Nem kell túl komplikálni, hiába mondja azt a boltos, hogy majd a bloom kell a virágzásnak, meg minden, nem kell. Nekünk csilinek ez tökéletesen meg fogja tenni palánta korba, akár egymagában is. Nyilván én próbáltam azért még pár más dolgot is ettől a márkától, hogy mégis mit mutatnak, azok is jónak tűnnek, tehát nyilván ezt is lehet fokozni és lehet bonyolítani, de ha nem akarod, akkor csak ez elég lesz. És innentől kezdve már csak a körülmények, a fény és semmi más lényegében nem fog, meg hát ugye a cserépméret lesz az, ami befolyásolja ezt az egészet. pH-t, EC-t nem kell mérni, az adagolás nagyon egyszerű, nagyjából 1 milli már az egész szikleveles növénynek is mehet per liter, és kiültetésig
sem fogsz fölmenni 2 milli per liter fölé. Nagyon egyszerű, gyakorlatilag a BioBiz ajánlása teljesen jó, nem kell túl komplikálni, mondom. Ez ugye én mindig megkapom, hogy túl komplikálom, hát nem kell, én se akarom mindenáron túl komplikálni, én csak kipróbáltam nagyon sok opciót, szerintem kipróbáltam már így most már szinte mindent, amit így könnyen el lehet érni, és ebből két márka maradt meg, az egyik ez, és ez szerintem a legegyszerűbb kezdőszett, amit így a sok év után bátran merek ajánlani. Természetesen, hogyha túl gondolod és izgulsz dolgokon, akkor ezt is el lehet rontani, de ha mégis így alakul, hogy valami hiba van, akkor a Discord csoportban, aminek a linkje a leírásban ott van, belépsz és segítünk és megoldunk gyakorlatilag bármit, nyugodtan nézz szét, mindenki megkapta a választ és sokkal szebb palántákkal mennek ki a csoportban, mint ahogy bejöttek. Úgyhogy köszi, hogy ott vagytok, meg köszi, hogy nézitek, és hogyha tetszett, akkor iratkozzál föl, mert akkor lehet, hogy jobban fogja ezt a videót is bedobni másoknak, és lehet, hogy akkor ők is fognak értesülni olyan dolgokról, amik nem is hitték volna, hogy vannak ezen a csodálatos YouTube-on, úgyhogy lájkold is a videót, meg csinálj mindent, de legfőképpen saját chili szósz, meg saját chili palántát, mert nagyon jó dolog, és ilyen egyszerű tényleg. Úgyhogy, ha esetleg nem volt világos, és nem hiszed el, hogy ilyen egyszerű, akkor mondom a Discord csoportban, kérdezd meg a részleteket, de tényleg ennyi. Úgyhogy csóklász!